A zászlós bormustra nyertes nedűje különleges kiváltságokat élvez majd. Egyesztenőn keresztül a királyi város boraként tisztelik, így a Szent István emlékévben, mint arculatépítő elem, öregbítheti a nyertes borászat hírnevét. Nagy reményekkel és egybe várakozással tekintenek a borlóagrend pincészetei, borászai a megmérettesítés elé. A bormustra alkalmával kiválasztásra kerül az a győztes bor, ami a borlóagrendnek a zászlós bor lesz egy éven keresztül, és ebbe a minőségében a királyi város boraként az ország borfesztiváljain, pince fesztiváljain, illetve születi rendezvényein képviselik a koronázó városnak a borrendjét. A néphagyomány szerint Vince napján tájegységenként különbözőképpen jósolják meg a várható szőlőtermést. A legismertebb ezek közül az időjárás alapján történő következtetés: ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. Ha a születidőpontját jól választotta meg a szőlőtermelő, illetve a borász, akkor egy harmonikus szép bor készíthető belőle, és úgy érzem az eddigi kóstoltak alapján, hogy ez a fajta végül is a várakozásoknak megfelelően szép bort adott. A megválasztásra kerülő év zászlósbora, illetve a zászlós kísérőbor termelőjének, azaz a pincészetnek neve egyelőre titkos. A résztvevők sem tudják meg, hiszen a kitüntető címmel járó vándorserleg nyilvános átadására 2013. február 23-án a Borlovak báron kerül sor.